úgy tűnik, hogy minden napra jut egy-egy felvétel, ugyanakkor kinyilatkoztatás. Tegnap este egy olyan gondolatiság fogalmazódott meg bennem, hogy az egység az isteni minta felé vezető út, kamino, mindenképpen lépcsős szerkezetű. Lehet, hogy ezért ábrázolják hasonlóképpen azokat a jelenségeket különböző szent képeken, amelyek által azt mutatják be, hogy például a szerzetesek lépcsőn felfelé menetelnek Isten felé egy olyan állapot irányába, ami valamilyen szempontból kivezet az itteni fizikális létezésből. Persze szerintem nagyon jó kérdés, hogy ez a fajta út mindenképpen felfelé vezete. Azt is megkérdezhetjük, hogy az Isten például egy fentibb kategória, tehát hogy ő felfelé fogalmazódik meg. Nem lehet az, hogy inkább ez egy belső vagy egy belsőbb szintű. Kategória és minőség, tehát nem biztos, hogy felfelé kellene elindulni, az is lehet, hogy befelé. És lehet, hogy nem az ég felé kellene mutogatni, hanem önmagunk irányába. Igen, persze, akkor jó kérdés, hogy ez a lépcső, mint olyan, miért jelenik meg. Hát az is lehet, hogy saját magunkon belül is úgymond egy lépcsőn menetelünk egyre feljebb, vagy beljebb, és lehet, hogy ez a lépcső, az igazából nem is így néz ki, vagy lehet, hogy így néz ki, csak ahogyan mondtam, ez nem egy ilyen felfelé ívelő út, hanem hanem itt mindig arról kell beszélni, hogy az ember egyre beljebb, vagy mondjuk inkább azt, hogy közelebb jut. De az biztos, hogy az itteni kaminónknak úgy mond a a szerkezete az ilyen lehet. Én nagyon sokszor leszoktam rajzolni ezt a lépcsőt, nyilván nem véletlenül, de tegnap meg is jelent előttem, úgy mondom el szellemi mintában és közegben, persze, ahogy én mondtam, ez a lépcső nyilván, hogy láthatatlan. Tehát ez nem egy fizikai lépcső, nem úgymond kézzel fogható, ez nem egy anyagi építmény, de mégis látszik és működik. Persze lehet, hogy csak azon emberek, lelkek számára, akik egyrészt már végigmentek egy ilyen úton, másrészt pedig akik már nagyon közel vannak ehhez a mintához. Persze szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy milyen stációk alkotják ezt az utat és a különböző lépcsőfogokat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt előadások kapcsán erről beszéltem. Ez már a 956. ilyen felvétel, és az is lehet, hogy minden egyes előadás egy-egy ilyen lépcsőfok volt. És egyre közelebb jutottunk esetleg közösen ehhez a fajta mintához, hát lehet, hogy pont eme felvételek által. Persze, szerintem nagyon fontos, hogy az ember ezt az utat úgymond fizikálisan is bejárja, és hogy tapasztalatból beszéljünk, mert lehet, hogyha csak valaki ezeket a felvételeket hallgatja, úgy nem tud százszerzalékosan megvilágosodni. Nagyon-nagyon sok mindenen kell végigmenni ahhoz, hogy az ember ebbe az egységes mintába tudjon kapaszkodni. És pont ma fogalmazódott meg bennem az, hogy nyilván nem véletlenül kerültünk úgymond a földi bolygóra, fizikális testekbe. Szerintem mindenki azért van itt, mert pontosan ebből a magasabb rendű mintából kiszakadt. Tehát mindenki kiszakadt tulajdonképpen, és mindannyian ugye földi fizikális rendszerbe kerültünk ide, és testekben fogalmazódunk meg. És az is megfogalmazódott bennem, persze már sokkal korábban, hogy lehet, hogy mindenki azért jött ide, vagy azért jött vissza, vagy ez a rendszer azért küldte vissza különböző lelkeket, mert valamit még nem csináltunk jól. Még nem érhetjük el ezt a magas szintű minőséget, és az is lehet, hogy tényleg mindenkinek úgymond Istenné kellene válnia, persze ezt tehetjük idézőjelbe is. És ahhoz, hogy egy ilyen minőséget kialakítsunk, ahhoz először meg kell tanulni, ugye emberként élni. De hát nem mindegy az sem, hogy az ember hogyan él emberként. Hogy ezekben a testekben, ezekben a formákban hogyan működünk, hogyan cselekszünk. Hát jó kérdés, hogy ki az, aki már százszerzelékosan rájött arra, hogy a földi, fi, földi fizikális létezés tulajdonképpen miért valósul meg. Ahogy mondom, szerintem azért, mert ebbe magasabb szintű szelemi mintában még nem foglalhatunk helyet fizikum nélkül. Az anyag az mindenképpen, ugye, úgymond tanít bennünket, hát nagyon sok mindenre, főleg azért, mert az anyag, mint olyan, ugye, tükörként funkcionál. És újra testeket kellett tölteni azért, hogy végigmenjünk az itteni utakon, és hogy ezeken a stációkon is, mondjuk azt, hogy igen, emel lépcsőn ami szerintem nem biztos, hogy felfelé ível, hanem inkább befelé, és egyre közelebb víz valamihez, vagy valakihez. Hát remélem, hogy ennyi felvétel kapcsán most már kiderült az, hogy, hogy hová menetelünk. De igazából szerintem itt arról kell beszélni, hogy mi folyamatosan rezgés szinteket emelünk. Mint ahogyan a Föld is ezt teszi egy ideje, és én azt gondolom, hogy ez is igazából, ezt a fajta úgymond lépcsőt vagy utat képzés mutatja. Mondjuk azt, hogy ennek a minőségnek akkor mindenképpen lépcsős a szerkezete, és nagyon sokféle stáció alkotja, hát jó kérdés, hogy mennyi. És akkor persze beszélhetünk itt olyan lelkek, lények történetéről is, akik már ilyen utakon végigmentek, és hát azt is tudjuk, hogy az ő életük kapcsán is nagyon sok ilyen stációt, utat és különböző állomásokat szoktak felvázolni. És igazából szerintem nem csak Jézusról kell beszélni, hát ő is ugye egy példa. De én azt gondolom, hogy igazából minden embernek van, vagy lehet egyfajta története, akár hasonló, csak ugye az a kérdés, hogy ki az, aki rájön arra, hogy a földi, földi fizikális létezés kapcsán mit kell saját magunkból kihozni, hogy hova kell tulajdonképpen eljutni. Mert hát azt is tudjuk, hogy a halálnak nevezett állapot az igazából nem egy végállapot, hanem csak egy átmenet, és utána is még nagyon sok minden van. És ez azt jelenti, hogy nyilván, hogyha nem, értünk el egy magasabb szintet, egy magasabb rezgés szintet, akkor vissza fogunk születni testekbe, és akkor úgymond kezdődik minden előről, illetve nem biztos, hogy minden előről, sok mindent folytatunk, és addig kell ugye fizikális mi voltban helyet foglalni, amíg el nem érünk egy olyan szintet, rezgés szintet, frekvenciát, és azt is mondhatnám, hogy tudatfeletti létállapotot, hogy pontosan eme egységes mintába vissza tudjunk kerülni. Persze az is nagyon jó kérdés, hogy ez igazából mindenkire igaz-e, avagy nem. Úgyhogy én azt gondolom, igen, hogy ez a lépcső, vagy ez az út nagyon sok összetevős, nagyon sok mindenből áll, hát ezt én magam is tapasztalom. És az is lehet, hogy nagyon sokszor kell visszaszületni azért, hogy ezeken a folyamatokon végigmenjünk, és hogy igazából minden egyes stációt úgymond kipipáljunk. És egyébként szerintem nagyon jó dokumentálni ezt az utat, tehát, hogy aki tudatos, az biztos, hogy dokumentálja, és vezeti úgymond akár a saját életét, és megnézi azt, hogy egy-egy ilyen állomás során hova jutott el, és akkor megint ugye horvát terít kell idéznem és megemlítenem, aki pontosan azt vázolta föl, hogy szerinte is ilyen állomásokból áll az életünk, folyamatosan menni kell, menetelni kell, és minden egyes ilyen állomáson meg kell pihenni, erőt kell gyűjteni, vagy majd tovább menni, és hogy szerintem jó az, hogyha az ember úgymond egy ilyen helyen letáborozik, és igazából itt arról is beszélni kell, hogy ez nem feltétlenül csak a fizikális utat jelenti, vagy nem azt, hanem azt, hogy mondjuk én hogyan fejlődöm, például emberileg, vagy a személyiségem hogyan fejlődik és hogy hogyan tudok a rezgés szinteken emelni, vagy mondjuk hogyan fejlődünk például humánumban. Mert én igazából azt gondolom, hogy lehet, hogy ez is egy nagyon erős feladat, és lehet, hogy azok az emberek tudnak egy idő után úgymond kiemelkedni ebből a fajta létállapotból, akik már nagyon sok olyan dolgot elsajátítottak, ami tulajdonképpen ez az isteni minta és rendszer kér tőlünk. Hát én azt gondolom, hogy elsősorban alázatot kell tanulni, humánumot, irgalmat, könyörületességet, és nagyon sok mindent kell hátrahagyni azért, hogy ezen az úton végig tudjunk menni, mert nagyon-nagyon sok felesleges dolog tapat ránk, úgymond, amelyektől én azt gondolom, hogy meg kell válni, mert ezek mindenképpen nehezékek lesznek, és csak nehezítik ezt a fajta utat, és ugyanakkor az önmegismerést, és azt, hogy ember magasabb szintű szellemi, a irányába elinduljunk, hogy ezt a fajta szegmest is megismerjük, és igazából ennek a szegmensnek minden egyes tételét, és hogy alázatban tudjunk fejlődni, hogy mondjuk azt, hogy az egót, mint olyat, azt hátra tudjuk hagyni, mert én azt gondolom, hogy ezekre szükség van ahhoz, hogy az ember folyamatosan tudjon haladni, és mondjuk azt, hogy a lépcsős szerkezetben jól tudjon szerepelni. Szóval igen, én teljesen élesen, kontúrosan láttam úgymond ezt a lépcsőt, és azt, hogy ez igazából az egység felé vezet, ember magasabb szintű szellemi minta irányába, vagy mondjuk azt, hogy az Isten felé, tehát nem véletlenül ábrázolják így a különböző kaminókat, vagy amit ugye mondtam, hát vannak olyan képek, vagy akár festmények, amelyek által például a szenteket úgy ábrázolják, vagy ábrázolták, hogy egy lépcsőn úgymond menetelnek felfelé, de ahogy mondtam, persze a fenti létállapot azt uh, igazából mindig úgy uh, ábrázolják, hogy az maga az ég, de szerintem az ég, mint olyan, az igazából lehet, hogy tényleg bennünk van, de nem a testünkön belül, hanem ez jelentheti szerintem úgymond az önvalót, a felettesént, hogy az abszolútumot, vagy ezt az egységes mintát, vagy a tudati édent, igen, szerintem ez a legjobb szó, igen, a tudati édent, és azt gondolom, hogy ide kell visszakerülni, mert hogy mi innen csúsztunk ki. Azért, amit mondtam, mert nyilván, hogy még nagyon sok mindent nem csináltunk jól, sok mindennek nem feleltünk meg, és az is lehet, hogy saját magunkat tanítjuk, saját magunkat küldtük vissza mert éreztük azt, hogy még tanulni van a Földön, és azt is tudtuk, hogy csak ilyen berkekben tudjuk elsajátítani ezeket a tanulni úgyhogy szerintem ez egy csodálatos tétel. Nagyon-nagyon sok mindenből áll, hát annyi mindenből, amelyeket tulajdonképpen elregéltem, elsoroltam, elmeséltem, ugye, a korábbi felvételek által, ez most egy pici kis kitérő, vagy kiegészítő volt. Szerintem erről most nem tudok túl sok mindent elmondani. Ja, de még egy dolog eszembe jutott, amit szeretnék kifejteni, az pedig az, amit ugye az előbb mondtam, hogy nyilván, hogy az anyagnak a szerkezete nyilván sokkal háttérbe fog szorulni, eme úgy során, és én azt gondolom, hogy miképpen haladunk ezen a lépcső, és kerülünk egyre följebb vagy beljebb ehhez a mintához, az anyagnak a szerkezete úgy fog lágyulni, és talán úgymond lejjebb is esni. Én azt gondolom, hogy ennek lehetünk most szemtanúi is, globálisan, tehát nem csak a saját életünkben, a privát életünkben élhetjük át, ugye, ezeket a folyamatokat, hanem globális szinten is. Mert én azt gondolom, hogy egy idő után az anyagra nem lesz szükség, vagy nem ilyen erős mértékben, és beszélhetünk itt erről úgy is, hogy, hogy globálisan sem. Tehát miképpen haladunk egyre följebb, vagy beljebb ezen a lépcsős szerkezeten, úgy esik le úgymond az anyagnak a szintje, úgy hagyjuk hátra ezt az egészet, és ezáltal tud egyébként emelkedni a rezgés szint. Mert hogyha ez a sűrű, nagyon sűrű, úgymond massza, az anyagi szerkezet nem marad le, vagy nem tudjuk hátrahagyni, akkor nyilván, hogy nem tudunk rezgés szintet emelni, és nem tudunk, mert magasabb szellemi mintában helyet foglalni, nem érjük el úgymond a megüdvözülést, és akkor még sorolhatnám, ezeket a, a mondjuk azt, hogy állapotukat, vagy megfogalmazásokat, tehát, hogy mindenképpen az a cél, hogy nagyon sok mindenre rájöjjünk, hogy visszatérjünk az önmagba, hogy magasabb tudatállapotokban foglaljunk helyet, de azt is tudom, hogy akik már egy ilyen szinten tartanak, ők biztos, hogy hátrahagyják az anyagi mintát, mert egyrészt nem lesz már erre szükség, másrészt, amit mondtam, tehát hogyha sokkal magasabb rezgésszinteken fogalmazódunk meg, az eleve nem bírja el úgymond az anyagot, és le is dobja, tehát nyilván, hogy ezért van az, hogy ez a magasabb szintű szellemi rendszer, amit nevezhetünk akár úgy is, hogy Isten, ez teljesen anyagmentes közeg ugye? És ezt tudjuk azt, hogy mi pedig a 3D-ben foglalunk még helyet, testekben, fizikumban, itt nagyon erős az anyagi behatás, de én szerintem itt a különböző stációk által fokozatosan tudjuk ezt letenni, persze ezt csak azok tudják megcsinálni, akik haladnak az úton, és mondjuk nem álltak meg az első lépcső fokon, de hát azt is tudjuk, hogy vannak olyanok, igen, akik megálltak, én is ismerek olyanokat, akik 10-20 éve igazából ezen az egy lépcsőfokon állomásoznak, és nem mennek tovább, és nem emelik ezeket a szinteket. Hát jó kérdés, hogy ők mikor indulnak el, reméljük, hogy előbb-utóbb ők is, és ők is elérik azt a mintát, amire mondhatjuk azt, hogy igen, ez a tudati éde, mert szerintem ez a legjobb kifejezés. Jó, lehet, hogy váltok mégiscsak egy lapot, egy plusz lapot, és akkor lehet, hogy még egy picit kifejtem ezt a mai tételt, mert valami még eszembe jutott, ami fontos, és szerintem a mai előadás témájához illik. Igen, tehát amit mondtam, szerintem mindenképpen az a fontos, hogy ezt a sűrű anyagi helyzetet, és ugyanakkor fogva tartottságot valamilyen szinten hátra tudjuk hagyni, és nyilván, hogy ezért jelent meg előttem úgymond ez a lépcsős szerkezet, mert hogy ez pontosan ezt mutatja. És jó kérdés, hogy a csúcsok csúcsa, az mondjuk hány hercen fogalmazódik meg, hogy melyik az az állapot, vagy melyik az a szint, amire már azt mondhatjuk, hogy, hogy megérkeztünk, és hogy ez már egy ilyen megüdvözültebb állapot, és itt már tényleg szellemi szintekről kell beszélni, olyan közegről, ami szólhat, igen, az egységről, és nem a szétszakítottságról, a rendezetlenségről, amiben ugye élünk. Mert hát arról kell beszélni, hogy a Földön ugye káosz van, és hát szerintem mindig is az volt, vagy mondjuk inkább azt, hogy rendezetlenség, mivel hogy megjelent az anyag. Tehát ugye, hogy anyagba tömörültünk, és testeket öltöttünk, váltottunk, ez pontosan azt idézte, vagy idézi elő, hogy megjelent a szétszakítottság, a rendezetlenség, a különállóság, és ugyanakkor az is, hogy nagyon sokféle különbséget, vagy különbözőséget generálnak a Földön, de, amit mondtam, emel lépcsős szerkezet által, egyre beljebb, és szerintem beljebb emelkedhetünk, és nem följebb, és nagyon-nagyon sok mindent megtudhatunk, például saját magunkról is, egy, egy ilyen állomás által. Úgyhogy, ahogy mondtam, szerintem nem véletlenül ábrázolják így a különböző utakat, és a különböző stációkat, és lehet, hogy az sem véletlen, sőt biztos, hogy nem, hogy ezeket általában dombokra építik, és hogy van egyfajta ilyen átmenet, vagy szintkülönbség, igen, szerintem ez a legjobb szó, amit most mondok, hogy itt különböző szint ö, szintekről kell beszélni, igen, de nem csak fizikális szintekről kell beszélni, és itt nem csak fizikális szintek fogalmazódnak meg eme úgy során, hanem, hát most azt akartam mondani, hogy erkölcsi szintek, vagy igen, mondjuk azt, hogy rezgésszintek, Energetikai szintek, tudatállapotok beli szintek, és nagyon-nagyon sok minden másról is kell beszélni. És én azt gondolom, igen, hogy az emberi létforma, mint olyan, pontosan ezért alakult ki, hogy ezen a szerkezeten végig tudjunk menni. Tehát mondjuk azt, hogy a Föld, mint olyan, ennek a szintere. És ahogyan mondtam, jó kérdés, hogy ez az út hova vezet. Hát nagyon remélem, hogy egy olyan létállapotba, ami egy megigazultabb állapot, amiben már rend van, tisztaság, jóság, makulátlanság, de ehhez nagyon sok mindent kell itt elsajátítani, nagyon sok úgymond tükörrel kell találkozni, jóvá kell érni, és olyan dolgokat kell véghez vinni, amelyek által egyrészt nagyon sokat tanulhatunk például saját magunkról, a világról, és ahogyan mondtam, szerintem az a legfontosabb, hogy jóvá kell érni, és sokkal alázatosabb lényékel saját magunkat avanzsálni. Mert én azt gondolom, hogy ez a magasabb szintű szellemi minta csak így fog visszafogadni, csak így érhetjük el ezt a közeget, amiből kiszakadtunk, akkor, hogyha visszaemeljük ezeket a szinteket, lépcsős szerkezet által, mivel hogy ez egy folyamat, erre való az idő, szerintem az idő sem véletlenül fogalmazódik meg, mivel hát tudjuk nagyon, hogy nagyon sok időre van szükség ahhoz, hogy szépen fokozatosan visszaálljunk, úgymond a rendbe mindent visszaemeljünk, hogy jóváírjunk, hogy tisztítsunk, hogy nagyon sok blokkot oldjunk, és hogy hát olyan dolgoknak feleljünk meg, amelyekre szükség van. Hát tudjuk nagyon, hogy a tanulási folyamat is nagyon sok időt vesz igénybe, tehát mindenképpen szükség van a türelemre, az önuralomra, a vizsgálódásra, a kutatásra. Ez mind nagyon időigényes dolog. Tehát azt is mondhatjuk, hogy tényleg lehet, hogy mi saját magunkat tanítjuk a földi létezés által, de ugyanakkor ez a magasabb szintű szellemi rendszer is tanít bennünket. És Szerintem mindent így összetéve egybe gyúrva juthatunk el az igazságig, és tudhatjuk meg azt, hogy tulajdonképpen miért születtünk vissza, miért kellett újra testet tölteni, vagy miért vállaltuk ezt az újbóli idejövetelt, és hogy ezek után, amikor fölébredtünk, akkor igazából hogyan megyünk tovább ezen az úton, hogyan jövünk rá arra, hogy mi a dolgunk, mi a feladatunk, és hogy végül hogyan térhetünk vissza eme egységes lételapotba, ami már egy teljesen másfajta úgymond minőség. Nagyon sok mindent érzek már eme mintáról, ezt el is szoktam mondani, és azt is, hogy hogyan lehet ide visszakerülni. Szerintem ez az egységes állapot, mint a sokkal barátságosabb, ismerősebb és otthonosabb, és hát nagyon nagy katarzis ez a, ez a vagy hát az, hogyha az ember ezt ugye eléri. De igazából mondhatjuk azt, hogy miközben menetelünk ezen a lépcsős szerkezeten, hát az is nagyon sok minden tartogat, akkor is nagyon sok katarz is érhet bennünket. De ahogy mondtam, ez egy folyamat. Tehát akkor mondjuk azt, hogy az Isten felé vezető út, lépcsős szerkezetű, ami láthatatlan, és amiről én azt gondolom, hogy a különböző szintek rezgés szintbeli változásokat jelentenek. Úgy tudunk rezgés szintet vagy saját frekvenciát emelni, hogyha sokkal több pozitív energiát áramoltatunk, a sokkal több pozitív energiával élünk, mert ezek fogják előidézni a változást. Nem mellesleg, amit mondtam, ami szerintem nagyon fontos, az az alázat megtanulása és elsajátítása, de még nagyon sok mindenről kell beszélni. És akkor ide vehetjük például Hókésznak a tudattérképeit, mert szerintem ő is ezt a fajta szerkezetet vázolta föl, csak lehet, hogy ő ezt a lépcsőt nem rajzolta le. Ugyanakkor hát én is kidolgoztam már erre nézve különböző tételeket, amelyek által szintén azt mutattam be, hogy hogyan lehet elérni a párfordulás, és hogyan lehet egyre közelebb és beljebb jutni amit lehet, hogy sokan úgy érzékelnek, hogy ez feljebb van, de szerintem nem felfele kell elindulni, hanem ahogyan mondtam, beljebb és sokkal közelebb. De ahhoz, hogy nagyon közel érjünk, ahhoz nagyon sok mindent kell megtenni. Szerintem érdemes mindenkinek ezt a lépcsőt lerajzolnia, felvázolnia, és azt, hogy egyes stáció során ki mit ért el, nem anyagilag, nem külsőségben, nem pozíciókban, hanem eme isteni mintában, hogy ki mit tudott létrehozni, hogy kit mennyire engedett közel ez a szegmes, mert szerintem nagyon nem mindegy. Tehát lehet, hogy azt kellene vizsgálni, hogy ki mennyire van közel ehhez a mintához, ki mennyire tudott közel kerülni az isteni minőséghez, hogy ki az, aki már nagyon közel van, nagyon közel jár ahhoz, hogy, hogy ő is egy ilyen minőségé váljon majd egy idő után, vagy, vagy ez a rendszer kinek engedte meg azt, hogy még közelebb menjem, hát nyilván azoknak, akik ezért sokat tettek, és hát a földi létezés során jól szerepeltek, mert tudjuk, hogy itt is nagyon sokféle kitétel van, nagyon-nagyon sok mindennek kell megfelelni ahhoz, hogy, Ebben az egységes mintában helyet tudjunk foglalni, hogy ez a szeretet mint a maga az egypólus úgymond visszafogadjon, vagy mondjuk azt, hogy ez a szellemi minta, és hogy egy ide után majd ott tudjunk helyet foglalni. De hát egyelőre még a Földön kell lenni, nyilván nem véletlenül. Szerintem egészen addig, amíg jóvá nem érünk, mindent ki nem pipálunk, és amíg úgymond igent nem mond ránk ez a rendszer, mert szerintem itt erre is szükség van, vagy főleg erre. Amihez egy hosszú út vezet, az igenhez, ehhez az egyetlen nagy igenhez, egy lépcsős szerkezetű út által, ami bejebb visz, ami által nagyon sok mindent tudhatunk meg önmagunkról és a világról, és magáról erről a rendszerről, és amikor ez megvan, akkor szerintem már akkor már mondhatjuk azt, hogy valamilyen szempontból megérkeztünk, persze tudjuk azt, hogy még utána is nagyon sok feladat van, de egyelőre most ez a feladat, és ezt kell megoldani, és hát nagyon sokat kell okulni tulajdonképpen az itteni létállapotok által. Szerintem, aki erre nem jön rá, és nem csinálja ezt végig, az visszaszületik, és addig fog visszaszületni, addig öltestet, amíg meg nem világosodik, és végig nem megy ezeken a stációkon. Hát lehet, hogy valamilyen szempontból Jézus is ezt szerette volna bemutatni. Persze szerintem nem csak róla kell beszélni, de ő egy nagyon nagy példa volt, és hát ő az, aki ugye annyira ismerté vált, hogy azt gondolom, hogy talán mindenki ismeri a Földön, vagy mondjuk azt, hogy mindenki hallhatott róla, vagy majdnem. Hát ez jó kérdés. De én azt gondolom, hogy más olyan lelkek is lehetnek, akik... Hasonló utakon mentek végig, és hasonlóképpen beszélnek ezekről a tételekről, nyilván nem véletlenül, mert például a mai korban is meg kellett, hogy fogalmazódjanak olyanok, akik utat mutatnak, és esetleg akik végig vezetnek, vagy kísérnek, ezen az úton segítenek, és elmondják azt, hogy egy-egy ilyen lépcsőfok által mi az, amit el kell sajátítani, és mi az, amit le kell tenni, mert mindig le kell valamit tenni azért, hogy az ember tovább tudjon haladni. Hát nagyon sok ilyen cserével és váltással kell élni, ezt én is tudom. Én is így működöm, rájöttem arra, hogy milyen dolgoktól kell megválnom, amelyek nem fontosak, amelyek visszatartanak, azért, hogy más dolgokat vegyek föl, amelyek viszont fontosak, és amelyek pontosan hogy ezen az úton végigvezetnek, és ami által följebb tudok menni, vagyis rosszul mondom, nem följebb, hanem bejebb és közelebb. És ez egy fantasztikus út. Tehát én azt gondolom, hogy a földi létezés igazából erre lett kitalálva, átvitt értelemben mondva, és erre kell rájönni, és egy ilyen mintet kell követni, mert akkor érünk haza. Mondjuk így saját magunkon belül, és akkor fogjuk látni azt, hogy, hogy tulajdonképpen miért miért kellett újra visszajönni, vagy hogy ennek a földi létezésnek tulajdonképpen mi az értelme, és hogy miért van az, hogy az anyagi dolgok egy idő után leamortizálódnak, és már nem fogalmazódnak meg olyan erősen. Ugyanakkor, ahogy mondtam, globális szinten is erről kell beszélni, mert én azt látom, hogy ez egyre inkább megmutatkozik, és az anyag, mint olyan, az dől be, nyilván nem véletlenül, mert eleve magasabbak a rezgésszintek már a Földön, és hogyha magasabbak, akkor ezt az anyag ugye nem bírja el, és ez esik szét. Hát nem véletlenül esik szét az anyag. Azért, mert egy idő után erre már nem lesz szükség, tehát igazából mondjuk azt, hogy valamilyen szempontból szét is kell esnie. Mert például az ötödik dében már ilyen erős anyagi szerkezet nem fog megfogalmazódni, és a Föld is vált. Hát nem csak mi váltunk, a Föld is végig megy tulajdonképpen ezen a lépcsős szintű vagy szerkezetű úton. Igen, hát arról kell beszélni, hogy szerintem a Föld is tulajdonképpen egy ilyen úton halad. Persze nem szó szerint, és nem kézzelfoghatóan, látványosan, és nem fizikálisan, hanem, ahogy mondtam, rezgés szintekben, mert már eleve sokkal magasabban van a Földnek a saját frekvenciája, mint mondjuk 50, 60, 70, 80 évvel ezelőtt, vagy több ezer évvel ezelőtt. Illetve jó kérdés, hogy, hogy, hogy több ezer évvel ezelőtt mennyi volt, szerintem ezt nem nagyon tudjuk megmondani, de az a lényeg, hogy azért most már elég sok változás történt és történik, nyilván nem véletlenül. Azért, mert én azt gondolom, hogy ez az egész rendszer, az is lehet, hogy az egész univerzális rendszer halad ezeken a lépcsőfokon, és nagyon sok minden változik, nagyon sok minden fejlődik remények szerint. Remények szerint a pozitív egypólus felé igyekszünk és vissza az eredetbe, az egységbe, a makulátlanságba, ezáltal tisztul a föld is, ezáltal minden olyan dolog szerintem le fog amortizálódni, amire nincs szükség. Ahogy én mondtam, szerintem az anyagi szerkezet is valamilyen szempontból bedől vagy átalakul, ugyanakkor az itteni mátrix, mert szerintem arra van szükség, hogy a mátrix, mint olyan, ez a nagyon sűrű összetétel, megváltozzon, átváltozzon, és hogy mi segítsük tulajdonképpen ezt a váltást, hát lehet, hogy pont ezért jöttünk ide, hogy a Mátrixon tudjunk alakítani, hogy sokkal több pozitív energiát ültessünk ezekbe a mintákba, hogy hát ne legyen ekkora káosz, és most már végre valami jó is történjen, úgymond, ezen a bolygón, és nem mindig csak a szerencsétlenség, ezen rengeteg negatív ügy, a káosz, a rendezetlenség, vagy lehet, hogy ezt már mondtam, szenvedés, ugye, és nagyon sok olyan dolog, amire remélhetőleg magasabb szinteken már nem lesz szükség, mert már nagyon sok mindent megtanultunk, kipipáltunk, és akkor hátra hagyhatjuk remények szerint ezeket a nehézségeket és a negatív elemeket. Hát remélem, hogy ez a jövő, remélem, hogy most is tudtam olyan dolgokat mondani, amelyek valamilyen szempontból ismerős aha élményeket okoztak. Ez a lépcső, ez konkrétan megjelent előttem, és a szellemi mintában láttam tulajdonképpen ezt az úgymond szerkezetet, ami nem kézzelfogható, de látványos, és és azt is megéreztem, hogy ennek nagyon fontos szerepe van, és hogy minden egyes ilyen fog nagyon-nagyon sok mindent tartalmaz, nagyon sok olyan úgymond szellemi tételt, amire szükségünk van. Vagy mondjuk azt, hogy ezekre van szükségünk. És éppen ezért ezen az úton kell végigmenni. És ezeket a helyzeteket kell átélni, és ezeket a dolgokat kell megtanulni, ezeket az energiákat kell fölvenni, azért, hogy visszatérjünk oda, ahonnan jöttünk, vagy akár egy szebb, jobb állapotba, ez mindig nagyon jó kérdés, hogy visszataláljunk tulajdonképpen abba a mintába, ahonnan kiszakadtunk, és ami által lehet, hogy nagyon furcsán, vagy idegenül érezzük magunkat a Földön, mert szerintem ezt kell kijelenteni, hogy lehet, hogy pont ezért van az, hogy nagyon sokan úgy érzik magukat ezen a bolygón, hogy ők nagyon idegenek, nem idevalóak, hát igen, mert nem is ez az igazi hazánk, a mi hazánk az egység, az egypólus, a pozitív, mint a kép, a szeretet, rendje és közege, amiből kiszakadtunk, vagy kiestünk, de emelépcsős, lépcsős, szerkezetű, útáltal, és azáltal, hogy nagyon sokat tanulunk, fejlődünk, szerintem vissza tudunk jutni oda, ahova vágyunk, és ahogy mondtam, ott már teljesen másfajta létállapotokról, feladatokról és érzésekről kell majd beszélni, hát majd akkor folytatjuk, hogyha majd ott leszünk, és újra találkozunk ilyen formán, és egy sokkal egységesebb, békésebb, harmónikusabb létállapotot alakítunk ki. Hát remélem, hogy sok ember célja ez, az enyém biztosan.